9. fejezet. Ember és ember. Tarzan életében hosszú éveken át nem igen történt semmi változás. Legfeljebb annyi, hogy egyre erősebb és okosabb lett, és mind többet tudott meg a könyveiből arról a különös világról, amely tudta, valahol a gyűlölen kívül terül el. Az élet számára sohasem volt egyhangú vagy unalmas. Mindig ott volt Piszak, a hal, akit a számtalan patakban és tavacskában lehetett fogni, meg a többi vérengzős társával együtt Szabor, aki miatt örökké készenlétbe kellett lennie. Különös izgalmat jelentett tehát a földön töltött minden pillanat. Gyakran vadásztak rá, még gyakrabban ő vadászott rájuk. Bár ellenségeinek soha nem sikerült kegyetlen éles karmaik közé kaparintaniuk őt, bizony rettenetes mancsaikkal néha hajszál híján elérték a csillogó testét. Szabor az oroszlán, és Numa meg Sita gyors volt, de Tarzan meg egyenesen villámgyors. Tántorral, az elefánttal jó barátok lettek. Hogyan? Ne kérdezzék. Tény, és ez a dzsungel lakói számára közismert volt. Tarzan és Tántor sok-sok holdfényes éjszakán együtt sétálgatott, és ahol az östvényt nem nőtték be az ágak, Tarzan, Tántor hatalmas hátára felkoporodva folytatta útját. Az évek során számtalan napot töltött apjának kunyhójában, ahol még mindig érintetlenül hevertek szüleinek csontjai és kalakölykének maradványai. 18 éves korában folyékonyan olvasott, és szinte mindent megértett, ami a polcokon sorakozó sok és sokféle könyvben állt. Írni is tudott, nyomtatott betűkkel gyorsan és szépen, de ha a zsinórírás nem sajátította el, mert bár kincsei között volt néhány előnyomtatott gyakorlófüzet, oly kevés kézírásos szöveget talált a kunyhóba, hogy nem látta értelmét ezzel a másik fajta írással vesződni. Olvasni azért ezt is megtanulta. Így állt hát előttünk a 18 éves ifjú angol lord, aki beszélni nem beszélt angolul, de aki írni-olvasni tudott az anyanyelvén. Önmagán kívül soha nem látott emberi lényt. A kis területen, amelyen törzse kóborolt, nem folyt keresztül olyan nagyobb folyó, amelyen a szárazföld belsejébe lakó benszülöttek eljuthattak volna idáig. Három oldalról magas hegyek határolták a területet, a negyedikről pedig az óceán. Rengeteg oroszlán, leopárd és mérges kígyó élt itt. A határain túl lakó emberi fenevadak közül nem is akadt idáig egyetlen olyan elszánt vállalkozó, aki bemerészkedett volna az érintetlen dzsungel szövevényes útvesztőjébe. Ám egy nap, amikor Tarzan, a dzsungel fia, a majomember egy új könyv rejtelmeibe elmerülve apjának kunyhójába üldögélt, régi, jó, biztonságos dzsungelének mindörökre befellegzett. A terület legkeletibb határánál libasorba haladó különös menet kelt át egy alacsony hegy ormán. Az előörsöt 50 fekete harcos alkotta, akiknek fegyverzetet, lassú tűzön keményre égetett hegyű, karcsú falándzsából, hosszú íjból és mérgezett nyílveszőkből állt. Hátukon ovális alakú pajzsot hordtak, orrukba hatalmas karikákat, göndör gyapjas hajukból pedig tarka tolbokréták meredeztek az égnek. Homlokukra festékkel három párhuzamos vonalat rajzoltak. Mindegyikük mellén három koncentrikus kör díszelgett. Sárga fogaikat hegyesre reszelték, és nagy, előreugró ajkuk is külsejük bestiális állati voltát fokozta. Pár száz asszony és gyerek követte őket. Az előbbiek jól felpakolva főzőedényekkel, háztartási eszközökkel és elefántcsonttal. A sor végén az előörshöz minden tekintetben hasonló 100 harcos haladt. Hogy sokkal jobban féltek a hátulról jövő támadástól, mint az előre nyomulás közben rájuk leselkedő bármiféle ismeretlen ellenségtől, azt a menetoszlop felállása egyértelműen mutatta. Valóban ez is volt a helyzet. A fehér emberek katonái elől menekültek, akik addig-addig gyötörték őket kaucsukér és elefántcsontér, míg egyszer szembefordultak a hódítókkal. Lemészároltak egy fehér tisztet, meg egy fekete katonákból álló kisebb különítményt. Napokon keresztül lakmároztak a húsból, de végül egy nagyobb csapattest érkezett a helyszínre, és rohanta meg éjszaka a falujukat. Azon az éjszakán a fehér emberek fekete katonái temérdek húst tettek. Egykor erős törzs gyér maradványai pedig bevették magukat a dzsungelbe, és elindultak az ismeretlenség és a szabadság felé. Ám ami a szabadságot és a lehetséges boldogságot jelentette ezeknek a fekete barbároknak,
A szörnyűséges és halált ígért új otthonuk számos vadlakója számára. A különös menet 3 napon keresztül vonult az ismeretlen és úttalan erdő szívébe, míg végül a 4. nap elején egy kis folyócska partjának közelében olyan területet találtak, amelyet az eddig látott helyekhez képest, mintha kevésbé sűrű növényzet borított volna. Neki láttak hát felépíteni új falujukat, és 1 hónap alatt nagy tisztást vágtak, kunyhókat és szőlőkerítést emeltek, banánfákat, dzsemgyökereket és kukoricát ültettek, és újra régi életüket élték új otthonukba. Itt nem voltak fehér emberek, sem katonák, és nem kellett sem kaucsukot, sem elefántcsontot gyűjteniük a kegyetlen munkafelügyelők számára. Jó néhány holtöltébe kelt, mire a feketék nagyobb távolságokra is elmerészkedtek új falujuk környékén. Sokan estek már közülük az öreg szabor prédájául, és minthogy a dzsungel szinte hemzsegett ezektől a vérszomjas nagymacskáktól, oroszlánoktól és leopárdoktól, az ében színű harcosok nehezen szánták rá magukat, hogy a biztonságot nyújtó cölöpkerítésen kívül messzebbre kalandozzanak. De egy nap Kulonga, az öreg Mbona király fia nyugatnak tartva mélyen behatolt az erdő sűrűjébe. Óvatosan lépkedett. Karcsú lándzsáját mindegyre készelétbe tartotta, hosszú, ovális pajzsát pedig bal kezével csillogó, ében színű testéhez szorította. Hátán ott volt az íja, pajzsán lévő tegezében pedig sok-sok vékony, egyenes nyílvessző sorakozott. Mindegyikük jól bekenve azzal a sűrű, sötét, kátrányszerű anyaggal, amely már a legkisebb tűszúrásnyi seb esetén is halált okozott. Az éjszaka távol találta Kulongát apjának cölöpkerítéses falujától, de ő tovább haladt nyugat felé, és egy hatalmas fa villaszerű ágaira hevenyészett kis kuckót tákolt magának. Itt hajtotta fejét álomra. 3 mérföldnyire nyugatra töltötte az éjszakát Kercsák törzse. A majmok másnap már kora reggel talpon voltak, és a dzsungelben bókláztak táplálékot keresve. Tarzan, ahogy már szokta, a kunyhó irányába indult el portyázni, és könnyedén vadászgatva a hasát is telerakta, mire kiért a tengerpartra. A majmok 2-esével, 3-asával szórodtak szét minden irányba, de csak olyan távolságra, hogy egymás vészjelzéseit meghallhassák. Kala lassan bandukolt az elefántcsapáson kelet felé, és szorgosan dobta félre az útjába akadó korhadtágakat és tuskókat. Egy szinte csak leheletnyi, különös kis neszre egyszerűen éberen kezdett el figyelni. A vadcsapás előtte úgy 50 yard hosszan egyenesen folytatódott. Ebben a falombokkal fedett alagútban egy különös és ijesztő teremtmény lopva közeledő alakját pillantotta meg. Kulonga volt az. Kala nem sokat nézelődött, hanem megfordult és gyorsan visszafelé indult az ösvényen. Nem rohant. Fajtájának szokása szerint, ha nem ugrasztották meg, jobb szeretett kitérni, mint menekülni. Kulonga igyekezett a nyomába maradni. Végre hús, gondolta. Vadat ejthet, és aznapra jól belakhat. Rohan tovább, lándzsáját dobásra készen tartva. Az ösvény egyik kanyarulatát elhagyva ismét megpillantotta zsákmányát az újra egyenesen folytatódó úton. Lándzsát tartó keze villámgyorsan hátra lendült, miközben izmai csak úgy hullámoztak csillogó bőre alatt. Majd előre vágódott a karja, és a lándzsa Kala felé száguldott. Gyenge dobás volt, a fegyver épp csak súrolta a célt. A nőstény majom fájdalmában és dühében felordított, majd szembefordult bántalmazójával. A fák ágai egy pillanat alatt hajladozni kezdtek a rohanótársak súlya alatt, akik Kala üvöltését meghalván, mint szélsebesen igyekeztek az esett színhelyére. Amikor Kala támadásba lendült, Kulonga elképesztő gyorsasággal kapta le válláról az íjat és helyezett rá egy nyílvesszőt. Majd megfeszítette az íj idegét, és egyenesen a nagy emberszabású majom szívébe röpítette a mérgezett nyilat. Kala rémisztő hangon felordított, majd a törzs elképett tagjainak szeme láttára arccal előre a földre rogyott. A majmok dühött üvöltözés és rikácsolás közepette Kulonga után iramodtak, de addigra az elővigyázatos vadember már kereket oldott, és úgy rohant végig az ösvényen, mint egy megriasztott antilop. Ennek a vadembernek volt némi fogalma a majmok természetéről. Egy vágya volt tehát csak az, hogy lehetőleg minél előbb jó pár mérföld távolságra tudhassa magát tőlük.
A majmok a fák ágain ugrálva jó darabon követték, de aztán egyikük a másikuk után hagyott fel az üldözéssel. Egyenként visszatértek a tragédia színhelyére. Senki sem látott közülük soha embert Tarzanon kívül, így azután halvány fogalmuk sem volt arról, hogy miféle fajta különös teremtmény az, aki betolakodott a területükre. A távoli tengerparton a kis kunyhó közelében Tarzan meghallotta a küzdelem egyre halkulva visszhangzó zaját, és mivel tudta, hogy valami komoly baj történt törzsében, szélsebesen elindult a hang irányába. Amikor odaért, azt látta, hogy az egész törzs egy halomban ott makog megölt anyja holtteste fölött. Tarzan fájdalma és dühe határtalan volt. Hátborzongató, kihívó hangon újra meg újra beleüvöltött a dzsungelbe, ökölbe szorított kezében megdöngette széles mellét, majd Kalla tetemére borult, és ott sírta el magányos szívének rettenetes bánatát. Az, hogy elveszítette a világon az egyetlen olyan lényt, aki valaha is szeretettel és gyengétséggel viseltetett iránta, számára mindennél súlyosabb tragédia volt. Mit számított az, hogy Kalla rémisztő külsejű majom volt? Tarzan számára kedves volt és szép. Őt halmozta el, anélkül, hogy tudta volna, azzal a tisztelettel és szeretettel, amelyet egy közönséges angol fiú az anyja iránt érez. Igazi anyját nem ismerte. Így azután, igaz szavakban soha nem öntve, Kalának jutott mindaz, ami a szép és kedves Lady Alice-t illette volna. A fájdalom első kitörése után Tarzan végre ularkodni tudott magán, és kikérdezve a törzs azon tagjait, akik szemtanúi voltak Kalla meggyilkolásának, megtudta mindazt, amit szegényes szókincsükkel társai képesek voltak továbbadni. Ami a számára lényeges volt, azt így is elmondták. Beszámoltak neki a különös, szőrtelen, fekete majomról, akinek tollak nőttek ki a fejéből, és egy vékony faág segítségével küldött halált Kallára, és aki Bara a szarvas sebességével rohant el arra felé, ahol a nap felkel. Tarzan nem sokat teketóriázott. Felkapott a fák ágaira, és sebesen indult az erdőnek. Jól tudta, hol merre kanyarog az az elefántcsapás, amelyen Kalla gyilkosa menekül. Ezért torony iránt vágott át a dzsungelen, hogy elcsíphesse a fekete harcost, aki nyilvánvalóan a kacskaringós, tekervényes csapáson haladt előre. Oldalán soha nem látott atyának vadászkését vitte, vállán átvetve, feltekerve pedig maga fonta hosszú kötelét. Egy óra múlva újra kibukkant az ösvényre, és leereszkedve a földre aprólékosan megvizsgálta a talajt. Egy kis patakocska puha, nedves partján olyan lábnyomokat talált, amilyenek az egész dzsungelben ezidáig csak is tőle származhattak, de az övénél jóval nagyobbak voltak. Szíve sebesen vert. Lehetséges volna, hogy egy embernek a saját fajtája belinek a nyomát követi? A lenyomatoknak két egymással ellentétes irányba mutató sora látszott. Vagyis az üldözött visszafelé jövet itt végig haladt már a csapáson. Miközben az újabb árulkodó jeleket vizsgálgatta, az egyik lábnyom külső széléről néhány homokszemcse pottyant le a kis bemélyedés aljára. Ó, hát akkor ez a nyom nagyon friss, gondolta Tarzan. Az üldözött épp csak az imént haladhatott el erre. Tarzan egy mérföldet tehetett meg, amikor rátalált a fekete harcosra. Egy kis szabad térségben állt, kezében tartotta karcsú nyilát, és ráhelyezett egyet halált hozó nyilvesszői közül. Vele szemben a tisztás túlsó felén hordta a vaddisznó át leszegett fejjel, habzó agyarral támadásra készen. Tarzan csodálkozta nézve az alatta álló különös teremtményt. Alakra hasonlított rá, gondolta, és az arca meg a bőre színe mégis mennyire különbözik az övétől. A könyveiben látta a néger képét, de micsoda különbség volt a fénytelen, élettelen ábra és az élettől duzzadó, csillogó, ében fekete bőrű lény között. Ahogy a férfi megfeszített íjjal álltott, Tarzan nem is annyira a könyvben lévő négerre, mint inkább a nyilasra ismert rá benne. A képen Ádám. Nyilasként lép elő. Hát ez nagyszerű. Tarzan a felfedezés okozta nagy izgalmában, kis hián felfedte rejtékhelyét. Ám az események éppen most kezdődtek odalent. Az izmos fekete kar egészen hátra feszítette az íj idegét. Horta a vaddisznó támadásra lendült. És akkor a fekete elengedte a kis mérgezett nyilat, amely Tarzan szeme láttára villámsebesen röpült előre, és ült meg a vaddisznó sörtés nyakában.
Ahogy a nyílvesző elrepült az íról, Kulonga már vette is a következőt, de Horta, a vaddisznó olyan sebesen rohant felé, hogy nem volt ideje kilőni. Hatalmas szökkenéssel a fekete egyszerűen átugrott a rárontó fedemadat, majd hihetetlen gyorsasággal megfordulva újabb nyilat lőtt Horta hátába. Aztán Kulonga felugrott a közeli fára. Horta visszafordult, hogy újra rároncson ellenfelére. Lépett még néhányat, aztán megtántorodott és az oldalára zuhant. Ízmai egy pillanatra hol görcsösen megrándultak, hol elernyedtek, majd az állat végleg elcsendesedett. Kulonga lejött a fáról. Az oldalán csüngő késsel nagy darabokat vágott le a vaddisznó testéből, az ösvény közepén tüzet rakott, és megsütve a húst kedvére belakott. A maradékot ott hagyta a földön. Tarzan érdeklődéssel figyelt. A gyilkolás vágya hevesen lobogott keblében, de a tanulás vágya még ennél is nagyobb volt. Követni fogja egy ideig ezt a barbár teremtményt. Elhatározta, hogy megtudja, honnan jött. Ráér megölni majd később, amikor íjat és nyilait leteszi valahol. Amikor Kulonga befejezte a lakmározást és eltűnt az ösvény közeli kanyarulatába, Tarzan csendesen leereszkedett a földre. Késével jó néhány darabot hasított le Horta teteméből, de nem sütötte meg. A tüzet eddig csak olyankor látta, amikor Ara, a villám belevágott valamelyik terebélyes fába. Hogy a dzsungel egyik teremtménye képes létrehozni azokat a vörös és sárga nyelveket, amelyek felfolják a fát, és nem hagynak belőle egyebet, csak finom port, nagyon meglepte Tarzant. Azt pedig, hogy a fekete harcos miért tette tönkre pompás étkét azzal, hogy beledugja az emésztő forróságba, végképp nem tudta felfogni. Lehet, hogy Ara a barátja, gondolta, és a nyilas megossza vele az ételét. Ám akárhogyan is van, döntött el, ő, Tarzan nem fogja bolond módra tönkretenni a finom eledelt. Így azután jókora adag húst kebelezett be nyersen, majd a maradékot elásta az ösvény mellett, hogy visszafelé jövet is megtalálja. Aztán Lord Greystock megtörölte zsíros ujjait mesztelen combján, és újra Kulongának, Mbonga király fiának a nyomába eredt. Ezzel egy időben a messze távoli Londonban egy másik Lord Greystock, apjának unokaöccse, éppen visszaküldte klubjában a konyhasépnek a húszszeletet, mert nem volt eléggé átsütve, és az étkezés befejeztével szagos vizet tartalmazó ezüstálkába dugta bele ujjahegyét, majd hófehér damaszttal törölte meg. Tarzan egész nap követte Kulongát. Úgy röpködött fölötte, mint valami gonosz szellem. Még két alkalommal látta, amint kilövi pusztító nyilait. Egyszer Bangóra, a hiénára, aztán pedig Manura, az apró majomra lőtt. Az állatok mindkét esetben szinte azonnal meghaltak, mert Kulonga nyilai egészen friss és nagyon erős méreggel voltak bekenve. Tarzan sokat gondolkodott a gyilkolásnak ezen a csodálatos módszerén, miközben biztos távolból lassan követte a fák ágain prédáját. Tudta, hogy a nyíl ütötte aprósebb önmagában nem végezhetett volna a dzsungel elejtett élőlényeivel, hiszen sokukat küzdelmei során dzsungelbéli szomszédaik gyakorta rettenetesen összemarcangolnak, megtépnek vagy felöklelnek, mégis legalább annyiszor felépülnek sérüléseikből. Nem, valami erejtének kell lenni ezek körül a fából készült kis botok körül, gondolta, amelyek halált hoznak egy sima kis karcolással. Rá kell jönnie a dolog nyitjára. Azon az éjszakán Kulonga egy óriási fa ágai között aludt, jócskán a feje fölött pedig Tarzan húzta meg magát. Amikor Kulonga felébredt, azt látta, hogy az íja és nyílvesszői eltűntek. A fekete harcos dühöngött, és egyszer mint meg is rémült. De inkább volt ilyet, mint mérges. Átkutatta a földet a fa alatt, és a fát a föld fölött. Nyomát se találta sem íjnak, sem nyílvesszőnek, sem az éjszakai tolvajnak. Kulonga pánikba esett. Láncsáját még annak idején elhajította kalára, és nem szerezte vissza. Most pedig, hogy íja és nyilai is elvesztek, egy szál késén kívül nem maradt más fegyvere. Egyetlen reménysége az volt, hogy amilyen gyorsan lábai bírják, visszatér Mbonga falujába. Biztos volt abban, hogy nem lehet messzire otthonától, ezért aztán gyors iramban indult el az ösvényen. Egy kiterjedt, áthatolhatatlan bozott tömegből, mindössze néhány yarddal odébb Tarzan bukkant elő, és nesztelenül a nyomába szegődött. Kulonga íját és nyilvesszőit jól odakötözte egy faóriás magas csúcsára.
A föld közelében pedig éles késével lemetszette darabot a kérgéből, valamint úgy 50 lábnyi magasságban félig átvágott, de megtörve a helyén hagyott egy ágat. Tarzan így módon különböztette meg egymástól az erdő ösvényeit és jelölte meg rejtek helyeit. Ahogy Kulonga tovább haladt az úton, Tarzan egyre jobban megközelítette, míg végül szinte már a fekete feje fölé került. Föltekert kötelét most jobb kezében tartotta. Már-már elszánta magát, hogy megölje áldozatát. A pillanat csak azért tolódott ki egyre, mert Tarzan nagyon szerette volna megtudni, hová tart a fekete harcos. Érdemes is volt várnia. Hamarosan egy nagy tisztást pillantott meg, amelynek egyik felébe számos furcsa ódú állt. Tarzan közvetlenül Kulonga feje fölött volt, amikor a látvány a szeme elé tárult. Az erdőnek hirtelen vége szakadt. Onnan kezdve úgy 200 yard hosszúságban megművelt földek terültek el egészen a faluig. Tarzannak döntenie kellett. Vagy gyorsan cselekszik, vagy prédája megmenekül. Ám az élet megtanította Tarzant arra, hogy ne sokat teketóriázzon, ha rendkívüli helyzettel kell szembenéznie. Ezért szándék és tett között nála röpke gondolatnyi idő sem telt el. Így történt aztán, hogy amikor Kulonga kibukkant az árnyas dzsungelből, egy tekergő, vékony kötél indult el útjára a feje fölött Mobonga földjének szélén álló hatalmas faóriás legalacsonyabb ágáról. A királyfia alig lépett néhányat a tisztáson, s a gyorsan repülő hurok már is a nyakára tekeredett. Tarzan olyan gyorsan rántotta vissza áldozatát, hogy ezzel a segélykiáltást is Kulonga torkára forrasztotta. Majd egyik kezével a másik elé fogva addig húzta vonta a kapálódzó feketét, míg nyakánál fogva félig fel nem ráncigálta a levegőbe. Akkor Tarzan átmászott egy nagyobb ágra, és még mindig rukkapáló áldozatát jó magasra felhúzta a fa zöld lombjának rejtekébe. Erősen rögzítette a kötelet egy vastag ághoz, majd leereszkedve vadászkését Kulonga szívébe mártotta. Elég tételt vett Kala haláláért. Tarzan alaposan megnézegette a feketét, hiszen még sohasem látott emberi lényt. A tokjában szíjón függő késén akadt meg a szeme. Azt mindjárt magához vette. A részből készült bokakarika is felkeltette az érdeklődését, és azt is áttette a saját lábára. Megszemlélte és megcsodálta a fekete homlokán és mellén lévő festett jeleket. Elámult, hegyesre reszelt fogai láttán. Megvizsgálta és magához vette tollakból álló fejdíszét, majd felkészült, hogy rátérjen a lényegre. Mert Tarzan megéhezett és hús volt előtte. Vadászsákmánya húsa, amelyet a dzsungeletika szerint elfogyaszthatott. Hogyan, miféle elvek alapján ítélhetnénk előt, a majomembert, aki bár teste, lelke és szelleme szerint angol úri ember volt, de neveltetése szerint a dzsungelben élő fenevad. Tublatot, aki gyűlölt, és aki gyűlölte őt, szabályos, tiszta közdelemben ölte meg. Mégsem fordult meg a fejében, még csak a gondolata sem annak, hogy egyék Tublat húsából. Ugyanilyen felháborító dolog lett volna a szemében, mint a miénkben a kannibalizmus. De hát kicsoda volt Kulonga? Hogy ne ette volna meg ugyanolyan nyugodtan, mint hortát a vaddisznót vagy barát az őzet? Nem egyszerűen egy volt-e a dzsungel megszámlálhatatlan vad élőlényei közül, akik azért ejtik el a másikat, hogy csillapítsák kínzó éjségüket? Ám egy hirtelen támadt kétely megállította a kezét. Nem azt tanulta-e a könyveiből, hogy ő ember? És vajon nem embere a nyilas is? Esznek-e vajon az emberek emberhúst? Ezt sajnos nem tudta. Mit tétovázik hát akkor? Újra munkához akart látni, de émeigés és undor fogta el. Nem értette a dolgot. Csak azt tudta, hogy képtelen enni ennek a fekete embernek a húsából. Így az ősrégi örökölt ösztön sietett tanulatlan elméjének segítségére. Ez óvta meg őt attól, hogy megszegje a világ minden táján érvényes törvényt, amelynek létezéséről nem is tudott. Gyorsan leengedte Kulonga tetemét a földre, leszette róla a hurkot, és újra felszökött a fák ágai közé.